nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy személyes jelenléttel végre újra sor kerülhet az űrkutatás napján erre a rendezvényre, mert hát nagyon jó dolog az, hogy a részben is, nagyon jelentős részben az űrkutatás vívmányainak köszönhetően a világjárvány alatt is létezett ugye azért kommunikációt, mindenféle távmunka és távértekezlet formájában, de azért mégiscsak az az igazi, hogyha összetudunk jönni és tudunk egy kicsit személyesen beszélgetni. És valóban, ahogy elnök úr elmondta, nagyon jelentős eredményekről tudunk beszámolni, tehát nem tétlenkedéssel telt el az elmúlt egy év sem, sőt az elmúlt három év sem, ezt most már látjuk és jelenthetjük. És itt van nálam ugye kinyomtatva, de letölthető az interneten is. Valóban az önök, a ti és akikkel tegeződöm, a ti az önök és a mi közös munkánk eredményeképpen megszületett Magyarország történetében először egy önálló űrstratégia, Magyarország űrstratégiája, ami ezen a területen eddig nem létezett. Tehát az is egy nagy eredmény önmagában, hogy nem egy másik ipari ágazathoz vagy másik tudományterülethez csatoltan egy fejezetként jelenik meg a terület, hanem hogy saját jogon, és az is, hogy ez felöleli komplex módon az oktatás utánpótlás képzéstől, a kutatási kérdéseken keresztül az ipari és a nemzetközi kapcsolatrendszeri feladatokon kiig átnyúlóan a teljes vertikumát ennek a szakmának, és igyekeztünk közösen együtt a közel majdnem két év, több mint másfél év alatt sok-sok beszélgetés mindenkivel külön-külön is, workshopok és együttes közös műhely munka során feltárni azokat a pontokat, ahol van rá remény és esély, hogy az eddig sem kevés és nagyon jelentős eredményünk mellé továbbiakat tudjunk felmutatni. És valóban sok minden történt az elmúlt három évben, abban a tekintetben is, hogy a magyar kormány deklaráltan kijelentette, hogy az űrkutatás és az űrtevékenység a jövő iparágainak az egyike. Ezt egyébként megerősíti az a tény is, az a felismerés is, amit nem egyedül Magyarország tett meg, megtette maga az Európai Unió is, amikor az űrpolitikai szakmai fórumokon ezt többször is deklarálták, az Európai Űrügynökség is, és szinte minden nemzetközi szakmai fórum, hogy az űrkutatás és a hozzá kapcsolódó űrtevékenység és az ezekre épülő szolgáltatási és ipari tevékenységek, azok válságállóak, ha mondhatjuk, tehát jóval kevésbé érzékenyek egy olyan típusú krízisre, mint amit az elmúlt két évben az emberiség akarva-akaratlanul el kellett, hogy szenvedjen, hiszen a járvány okozta leállás nagyon sok gazdasági iparágat rendkívül szenzitíven érintett, és például ugye a turizmus szokták felhozni példaként, amelyik rendkívüli módon kitett annak, hogy lehet-e személyesen utazni, de pont az űrtechnológiáknak a szerepe pedig felértékelődött. Ennek a következtében a gazdaságvédelmi akcióterv részévé vált az űripar. Ezek óriási mérföldkövek, amiket az itt ülőknek a sok évtizedes kitartó munkája tett lehetővé. Tehát az, hogy az elmúlt mondhatni 75 évben, ha Baj Zoltánnék holdradar kísérletéhez visszadatáljuk, és azon belül is aztán különösen az elmúlt 4-5 évtizedben folyamatosan a háttérben a tudományos műhelyek, a szakemberek dolgoztak és eredményeket mutattak fel, amire alapozva most Magyarország ténylegesen növelni tudja a már meglévő teljesítményét. Ezt megtettük több fronton is. Például a költségvetési források a korábbiakhoz képest jelentősen megnövekedtek. Ezt mondhatjuk, hogy 2021-ben az Európai űrügynökségbe befizetett tagdíjakat és az összes többi bilaterális programot együttvéve is közel 10 milliárd forint a költségvetési ráfordítás erre a területre. Ezen belül az Európai űrügynökségbe befizetett kontribúciónk az 2018-hoz képest meg négyszereződött, 20,5 millió euró került befizetésre az Európai Ürügynökségbe 2021-ben, de ezt pontosan mindenki jól tudja az itt ülők közül is, hogy ez nem maradott, tehát ez nem valami feneketlen kút, amiben beledobáljuk a pénzt, hanem ezt a földrajzi visszatérítés elve alapján a magyar résztvevők, kutatóműhelyek, egyetemek, egyetemi munkaközösségek, illetve ipari szereplők vissza tudják hozni az országba, miközben
jogosultságot nyernek arra, hogy belépjenek a nemzetközi programokba. Itt Horvai Ferenc kollégámra nézek, aki majd a kerekasztal beszélgetésnek majd részese lesz, hogy esetleg majd annak részeként egy picit részletesebben egy pár sarokszámot mondjon el, de büszkén jelenthetjük, hogy már olyan opcionális programfejezetünk is van, ahol már ki is merítették a lehetőséget a magyar pályázók. Van, ahol még növelni kell a részvételi intenzitást, de hát ez is egy tanuló folyamat, és nagyon jól tanulunk. Úgyhogy reményeink szerint ez is hamarosan az összes statisztikai számban meg fog mutatkozni. De nem álltunk meg ezen az egy ponton, hogy bár a legnagyobb részét, a teljes költségvetésünknek több mint háromnegyed részét az Európai Ügynökségbe visszük és fordítjuk, de ez az, és a legfontosabb multilaterális együttműködési közösségünk vagy szervezetünk az Európai Ügynökség, és mellette a vele nem teljesen azonos összetételű, de mégiscsak azért európai gyökerű, az Európai Unió űrprogramjáért felelős hivatal, ahova most már nemzeti szakértőt is delegáltunk. Büszkén jelenthettem, hogy az egyik kollégánk elfoglalta állomás helyét Prágában, és ez is egy nagyon komoly előrelépés, hogy nemzeti szakértőt tudunk ebbe a szervezetbe delegálni már. De ezen túlmenően a Külgazdaság és Külügyminisztérium kifejezett célkitűzése volt a vertikum szélesítése a diplomáciai eszközök teljes tárházának igénybevételével. Az egyik természetes együttműködési irányunk volt mindig is az elmúlt 50 évben, és örülök, hogy nem számoltuk fel az évtizedek alatt, az a Roszkozmosz, tehát az Orosz Tudományos Akadémia és a Roszkozmosz tudományos programjaiba történő intenzív bekapcsolódás, ezt továbbra is tartjuk, ezt az irányt, de emellé kinyitottunk számos bilaterálist. Megpróbálom mindet felsorolni. Együttműködési megállapodást kétoldalút kötöttünk Franciaországgal, Portugáliával, Izraellel, Finnországgal, Törökországgal, Brazíliával, Szingapúrral, Dél-Afrikával, és a mai napon került aláírásra Egyiptommal. Ami azért érdekes, mert Egyiptom azon túl, hogy ő maga is azért egy fokozódó és jelentős űrtevékenységgel rendelkezik, azon kívül kifejezetten célkitűzésének tartja, hogy összefogja az afrikai országok nagy részének az ilyen irányú tevékenységét. Ez a mai, ma reggeli aláírás. És ezek mögé, a bilaterális együttműködési megállapodások mögé tudományos tartalmat, munkát, projekteket igyekszünk rendelni. Az űrstratégiában nyomon követhető módon igyekszünk zászlóshajó programokat kitűzni magunk elé, zászlóshajó projekteket és célkitűzéseket, amelyek mentén még tovább tudjuk gyorsítani a szektor fejlesztését. És az egyik ilyen, és azt gondolom, hogy erre legyünk nagyon büszkék, hogy úgy éreztük, hogy itt az ideje, hogy erről végre álmodni tudjunk, és ne csak álmodjunk, hanem tegyük is meg az első lépéseket. Az egy Farkas Bertalan repülése után most már 41 évvel, de egy második magyar nemzeti kutató űrhajós programjának a kidolgozása és a szerződések megkötése, hogy ez a misszió lehetővé váljon. Több irányban is folytattuk és folytatunk tárgyalásokat. Ez a küldetés 2024-es céldátummal, esetleges csúszásokat is figyelembe véve 2025-ös dátum jöhet még szóba, de 2024-es céldátummal ez az Amerikai Egyesült Államok cégeivel fog megvalósulni, az Axiom Space vállalattal, illetve értelemszerűen a NASA együttműködésében, tehát a NASA mérnökei és kutatói is természetszerűleg ennek részei, hiszen az űrállomáson a NASA az amerikai partner. Ez egy óriási dolog, azért az, mert ettől függetlenül és emellett párhuzamosan ezzel az Európai Ügynökség több mint 11 év után újra megnyitotta egy időre a toborzás lehetőségét űrhajós jelölteknek. Háromféle űrhajós kategóriát definiáltak, projektasztronauta, professzionális asztronauta és paraasztronauta, és mindháromban van jelentős számú magyar jelölt, aki pályázik. Összességében az ESA tájékoztatása szerint 170 körüli létszám jelentkezett Magyarországról, és a paralimpiai
szövetségnek, a bizottságnak a segítségével, akiknek ezúton is köszönjük, a para astronauta programba is jelentkeztek, legyünk erre különösen is büszkék. Ez egy nagyon komoly kísérleti program, akik űrélettannal foglalkoznak itt közöttetek, vagy önök között, azok pontosan tudják, hogy miért érdekes az, ha egy emberi szervezetnek esetleg valamilyen speciális kardiovaszkuláris feltételrendszerben kell a súlytalanságban működnie. De emellett, tehát ott is nyílik egy kapu nekünk, hogy esetleg lesz magyar űrhajósunk, de emellett indítjuk a nemzeti programot, tehát soha ilyen nagy lehetősége még magyar honfitársnak nem volt arra, hogy feljusson az űrállomásra. Emellett a Roscosmos-szal is tovább visszük a tárgyalásokat, velük sok minden feltételrendszer mentén egyeztetve a 2025-2030-as időablak a legvalószínűbb. És természetesen minden lehetőséget ki szeretnénk használni, mert szeretnénk ezt a tevékenységet növelni a hozzá csatolható kísérletekkel együtt. Ez azért jó, ha több misszióban is ott tudunk lenni, mert természetszerűleg annál több űrhajós idővel rendelkezünk, és annál több kísérlet tud feljutni a világűrbe. Szintén büszkék vagyunk rá, hogy 2020-ban megalakult a Kárpátia-Szad ZRT, amelyik állami és magántőke bevonásával megpróbálja betölteni azt a hiányt, hogy ne csak mint felhasználó, hanem mint szolgáltató is Magyarország beléphessen a műholdas távközlés, hírközlés, műsorszórás területére, ami egy nagyon nagy piac, de természetesen nagyon sok országnak sikerült ezt a lépést meglépnie, és azt gondoljuk, hogy itt az ideje, hogy ezeknek az országoknak a sorába Magyarország is csatlakozzon. Természetesen itt is az a legfontosabb célunk, hogy ebből minél többet a magyar ipari szektor és a magyar kutatók és tudományos részevők tudjanak profitálni. További programok soráról lehetne még beszámolni, de az idő az nagyon szalad. Egyetlen egy még, amit itt egyetemi körben lévő emberek számára biztos öröm lesz hallani, hogy 17 magyar egyetem részvételével, akik vállalták, hogy jelentkeznek ebbe a kísérleti programba, az ITM és a KKM közösen létre kívánja hozni azt a fajta speciális űrképzést, amiben egymás hallgatóit, tehát a jogi területektől, a közgazdaságon keresztül, az élettan, orvostudományokon keresztül, a műszaki és a természettudományos területekig megpróbáljuk egymás hallgatóit beavatni a szakterületek különféle aspektusaiba, hogy még komplexebb képet kapjanak erről a szektorról. Úgyhogy sok mindent sikerült megtennünk az elmúlt 3 év alatt, és sok minden van még előttünk, de ezen a ponton szeretnék egyrészt nagyon nagy köszönetet kifejezni a korábbi elnök úrnak, Botelődnek, és a mostani elnök úrnak, Kovács Kálmán úrnak, hogy a Magyar Asztronautikai Társaságra, mint biztos partnerre mindig számíthattunk. Annak a részleteiről nyilván majd fogtok beszámolni, hogy mi minden történt a középiskolai vetélkedőktől a kiadványokig, de nagyon fontos az, hogy nem csak a szakmai munka folyik az egyetemi vagy az ipari szférában, hanem a civil társadalomban is ott van ez a terület, és külön köszönjük, hogy több olyan kezdeményezésnek is helyt adnak, ami kifejezetten fontos ahhoz, hogy a széles közönség megismeri ezt a területet. És hát vannak még előttünk feladatok, ahogy mondtam, de az a dolgunk, hogy végrehajtsuk és megvalósítsuk. Köszönöm szépen!